Mondjad, ne tartsd magadba. Amúgy pont most kéne horgászni, mert esik az eső. Te vagy nekem a leggyanúsabb ezzel az izével, hússal. Na, tökök nem kellenek egyébként. Az van otthon. Jó, nem láttam semmi olyat egyébként, amit én szívesen elvinnék, de majd mindjárt okos pihe megmondja. Jó, tehát te meg a papíros vagy, tehát 24 papírért adsz smaragdot. Aha, jó, az sem rossz. Nem tudom, hogy mikor tudunk meg bármi értelmeset is pihétől. Ja, ő az íjász csóka, tehát egy smaragdér ad, aha, tehát ővel csak visszafele lehet. A többi helyen már voltam. Nem tudom, hogy innen akarok elvinni bármit is. Nem felejtem majd el, szóljatok rám nyugodtan a stream végén. Jó, akkor ilyen vaskardot nem trédelek velük. Na, mi a fasz volt ez? Javítás és varástalani. Mi van? Ja, hogy ide be lehet tenni. Aha, jó, oké. Az íjász csóka adhat botért is maragdot. Na ez viszont egy jó gondolat, hogy akkor vágjak ki fát, csináljak botot, és akkor őtől leszerezzünk smaragdot. Aha, hogy vigyem el azt a köszörű cuccot. Oké. Okay. Igen, mert legalább a kólyat már nem kell csinálnom. Köszörűkő. És így lett egy falból. Nem. Nem viszem el mindenüket egyébként. Szerintem pont a térképésznek a ládájába volt papír. Amúgy azt meg se néztem, hogy ők mit termesztenek. Aha, agyagér is ad smaragdot. Nice. Ja, volt üres térkép is nála. Jó, akkor még összeszedjük a papírt. Meg akkor a bottal seftelünk egy kicsit. Vegyem el tőle. Jó, majd mindjárt azt a munkaállomásos dolgot is csináljuk.
Azt mondja, vedd el tőle a munkaállomást, és ragd le újra, és utána el fogja fogadni a botot az IA-sz, ezzel tudod resetelni, ameddig nem... Oké. Tehát azzal, hogy újra lerakom az asztalát, azzal frissül az, hogy ő mit árul, meg mi az, amit kér. Király. Mindjárt bemegyünk akkor az IA-szhoz, mert le tudok rakni én is egy munkaasztalt, abból csinálok ott botot, és ez mindenre igaz. Oké. Na, az meg fönnmaradt ott. Jó, melyik volt az IA-sz csóka? Hol vagy? Ott vagy. Ezek a kovácsok voltak, de itt akkor csináljunk botot. Na, várjál, még mielőtt elcseszem, ezt eldobom. Ha, hát várj, pillanat. Elnézést kérek, egy kicsit túlszaladt a dolog. Jó, azokat fölvesszük. Na, és akkor ebbe a ládába, ezt majd visszaveszem magamhoz. Az a lényeg, hogy akkor most a bottal való seftelésre készülünk föl. Az egy irgalmatlan mennyiségű botot csináltam. Nagyon jó. Menj már innen! Nem akarok veled lefeküdni! Na, hol az íjász? Mutassátok nekem az íjászt. Vagy a térképészt, vagy bárkit. Ez új cucc. Vagy itt még nem jártam. Az íjász. Követjük. Oké, és azt mondjátok, hogyha ezt az asztalt fölszedem, de várjál, először nézzük meg, hogy mi van nálad. Jó, ezt az asztalt fölszedem. De most mi van? Ó, de nem lett íjász. Újra föl kell vennie a mesterséget, ugye? Másik falusi lokkolt rá. Ezért zárt be. Jó, semmi gond. Tehát csak először kell nekem egy ágy. Jó, ez az én ágyam. Este van, azért nem veszi föl. Jó, akkor az a lényeg, hogy ahogy ide bejön egy íjász, most hol van? Várj, most megy, akkor kiszedjük az ajtót és befalazzuk. Nagyon jó, íjász lettél, itt maradsz, még nem tudom, hogy oldom. Maradjál már itt! Na itt van, 32 botér ad egy smaragdot, az jó, nem? Bazd meg, kiment. Gyere vissza! Mindegy, most reszeteltem, mert már más tervem van.
Hogy vagy ilyen gyors? Menj már, menj, Na jó, tudod mit? Te trédelek veled. Az újonc az miért nem lép szintet? Mi van? Mi van? Elfogytál? Most Lila? Mi történt vele? Ó. Ó. Nyílkészítő inas lett belőle. Nice. Oké, mindegy, van 16 smaragdom, viszont most már nem tudok bothozni vele. Most már sose többet akar... Ki ne menj, basz... Ott maradsz benn. El kell tenni egy kis időnek, és újra lehet. Oké, oké, oké. De lehet, hogy van másik íjász is, nem? Ez a térképész. Ennek kellett a papír. Igen, ez 24 papírért ad egy smaragdot. Nincs másik. Jó. Hogy tudok lemenni? Halló? Van nála egy smaragd? Ez a baj, annyi, papírom nincs olyan sok. Jó, hát akkor figyeljetek, a botból jók vagyunk, van 16 smaragdom, az most kérdés, hogy ezt érdemes lenne valamire itt elkölteni, vagy sem. Nem tudom eladni neki a saját papírját, mert nem volt 24. Szárított hínár. Aha, hínárt is meg lehet enni ezek szerint. Oké. Okay. Koncentrálj a könyvesre. Aha, jó, oké. Okay. Akkor ezzel mit értünk el? Egy random íjászt elkezdtem fejleszteni, de ezt én majd inkább otthon szeretnék egy saját íjászt, akit jobban felfejlesztek. Tehát itt most így ezt én így itt hagynám. Ő neki meg lehet adni szenet. Így van, majd otthon lesz falusi szaporító, igen. Na, amit nem viszünk magunkkal, az az alma. Ez az irgalmatlan mennyiségű bot, ezt itt hagyom nektek, köszi szépen. Üres térkép sem kell. Vasam van elég. Ezt az egy fáklyát, ezt sem viszem magammal, ez maradhat, a víz az marad, a smaragd marad, ez nem kell. Visszavesszük a tejet, a vasat, a gyémánt csákányt, a földet, amivel igazából csak építgetek, hogyha éppen kell. Papír nem kell, meg viszem a ennyi. Igen, igen, az íjászasztalt már egyszer véletlen csináltam, mert azt hittem, hogy az nekem jó. Még esetleg nem tudom, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy az íjász az újra tanulni akarjon. Jó napot, te maga innen trédel velem? Jó napot, igen, újra trédel, nagyon jó.
Mindjárt hozok még. Várjál, most újra ég a tanulási vágytól. Fenyőt már vittem haza. Azt ugye, amikor azon a hegyen ki... Ott van még fönn egy ház. Mi az Istent csinál az ott fönt, aki ott lakik? Az lesz a könyvtár? Az very big lenne. Ugye meglátjuk akkor, hogy az micsoda ott fönt. Épül a lombkorona sétány. Igazából botot akarok adni az íjásznak. És figyeljetek egyébként, ha például egy íjászt felfejlesztek, akkor ő adhat ilyen nagyon durva, hogy megyek oda föl? Ő akkor egy idő után megtanul ilyen nagyon durva íjat kraftolni, mondjuk? És akkor az lesz az előnye? Aha. Na jó, de akkor adott a kérdés, hogy az miért fontos? Tehát, hogy páfrány. Nem az van, hogy én gyártom a legjobb íjat magamnak? Falusi szaporítóról sose hallottál? Ó, pedig azt fogok csinálni. Halló? Uram! Mester úr! Jó napot kívánok! Hol tetszik lenni? Gyere már ide, tesó! Dobok egy löncshúst! Halló? Tessen már rám figyelni? Ki nem mész, bazd meg? Már látom, már szöktél volna. Aha. Jó, hát figyelj, igazából behúztunk tőle 28 smaragdot. Mi már discountot kapok tőle? Már csak 31-be kerül. Jó van, na, akkor menjünk oda föl. Csak bemegyek, alszom valakinél. Ez, hogy csak éjjel tudsz aludni. Nincs este. Akkor menjünk fel a remetéhez. Nem merjél, valahogy föl kéne oda bingizni. Hogy lenne a legjobb fölmenni, hogy utána mondjuk le is tudjak jönni, anélkül, hogy meghalok?
Igen. Meg lesz, meg lesz. Ó, bakker. Ez mi? Na hát ez hihetetlen. Hát ez mind a tied? Ha, felszerelés fel. Ez mit csinál? Hát ez fene tudja. Ez nem tudom micsoda. Ja, ez a ilyen asztalon már egyszer volt. Itt nincs is senki. Csak egy bók. Akkor alszom egyet, mert most már este van. Nincs nálam az ágyam. Valahol elhagytam az ágyamat. Aha, ezzel tudom majd később átalakítani? Ó, oké. Most még akkor nekünk... Nem tudom, hová lett az ágyam. Valaki elvitte az ágyamat. Ó, jó napot kívánok! De úgy szeretnék aludni. Jó gondolom, ugye, hogy ez ennek nem lesz jó vége. Ja, ott van fönt a... Igen. Jövök lefele! Na, meggyűjtem. Ez mit csinál itt egyébként? Ezek miért vannak bezárva? Így védekeznek az ozók ellen? Beleesett és beleszorult. Hát tudok neki gratulálni. De egy igazi hülye. Mondom, hogy ez az én ágyam. Add vissza az ágyam. Én akarok aludni. Hopp! Zöld lett. Feződült a bácsi.
Ezek szerint, hogyha jól gondolom, akkor valószínűleg vele még bőven tudnék térni. Jó van, akkor menjél is te hírével, szarok rád. Én amúgy is tovább kell mennem. Nem hagytam az ottani vas, mivel egy stack vasam van, nem akarok még hatot magamhoz venni, mert akkor... Oké, ebben még mindig belesétálok. Mi a büdös fasz? Amúgy te nem akarsz megvédeni? Ez meddig tart? Jó, most már mindjárt elmúlik. Na, szóval ott tartottunk, hogy akkor igazából, mint aki jól végezte dolgát, mehetünk. Igazából az irány az volt, csak kiszúrtuk ezt a falut. Jó, hát amit nyertünk ebből a faluból, az igazság szerint az, hogy most már van smaragdom. Egyél. Jó van. Ez ilyen dzsungeles téma. Ott nincsen semmi izgilve, ami kék növény volt ott. Hoppá! Na, várjál. Tehát, hogy most vagyok olyan hülye, hogy az egyébként ugyanaz a falu? Igen, pontosan ugyanolyan hülye vagyok. Jó, akkor ne forduljunk hátra, mert megint azt hiszem, hogy találtam egy falut, ez közben az ugyanaz. Óriási polippa. Hát polippa már találkoztam, hogy az óriás poli... Azt a de jól néz az ki. Óriása vagy? Na, hát ilyen sima polippal találkoztam. Amúgy kemények ezek az ilyen gigantohegyek. Uha! Mi? Nyugalom. Na, ott például van most csomó szén, ahogy látom. Az milyen állat? Ja, csak egy kétfejű ló. Az smaragd, azt megismerem, olyat már egyet lootoltam. Itt nincs semmi izgi. Nem a smaragdér megyek, az pont leszarom. Azért akartam csak megnézni, hogy van-e itt bent valami izgi. Az a baj, hogy nem láttam most a környéken ilyen hajóroncsot, amit mondtatok, hogy ugye azt kellene keresni. Ez amúgy egy királybázis, ha igen. Ja, ez minden irányból faszán néz ki.
veled, ha lezuhanok. Igen, csak ugye most az van, hogy... nem tudom, én még mindig azt mondanám, hogy előbb találnék horgászásból nameteget, mint hogy most találunk egy falut, vagy valami. Az a baj, hogyha így nem áskálódok sem erre, akkor igazából nem fogok chestet találni, nem? De faluban nincs is name tag. Hát, ja, de lehet, hogy trédelni lehet, amikor odaérek. Vagy az annak nulla az esélye, hogy olyan falut találok, ahol tudok trédelni name taget? Minden esetben nekem kell fölhúzni a falusinak a rangját arra, hogy jó legyen? Csak mesterkönyvtárosod, az oké, azt értem. De akkor ő magától nem lehet mester, csak én tehetem azzá? Ahhoz kell felhúzni. Oké, akkor értem. Azt hittem, hogy lehet úgy is találni, hogy ő alapból olyan okos, intelligens. Hát akkor viszont így alapvetően őrült nagy értelmét nem látom a hajókázásnak. Hát otthon csinálhatunk, tehát dugathatunk magunknak, de szép ez a fekete ló. Otthon dugathatunk magunknak falusit, és akkor aztán abból csinálunk mindenfélét. Méhecske. Viszont itt szép fekete lovak vannak. Én majd ilyen fekete lovat akarok magamnak. Tehát mondjuk így vannak smaragdok. Hú, de jól néz ki! Na, az a rész, ez viszont bazi jó. Fekete ló gyémánt páncélban, pontosan. Meg kiröhögtök, hogy izé elmegyek a smaragdér. Nem megyek el. Na jó. Figyeljétek, most már szerintem egyébként megfelelő távolságban vagyunk a saját kis bázisunktól, úgyhogy adott esetben akár lehetne is valamit bányászni. Hát, ha találnánk valami, nem tudom, ilyen durva barlang hálózatba esetleg megint izét. Csak kéne találni egy durva barlang hálózatot. Na most, ha ide itt nagyon sok víz megy le, ha
Ha például itt most azt látom, hogy víz megy le, akkor itt fölösleges elkezdeni ásni, mert úgyis csak a vízbe fogunk beleásni, nem? Hazabányászom magam? Hát a hazabányászom magam, abban nem vagyok biztos, mert azért most eléggé messzire elhajókáztunk. Nem tudom, igazából az, hogy bányászunk esetleg némtegér. Vagy hogyha nagyon sok gyémántot találok, mivel otthon most van csomó, ezért azt lehet csinálni, nem mondjuk most aludnék egyet, azt lehet csinálni, hogy... Valahol alattam van csontváz. Ott baszódsz meg az izé creeper haveroddal együtt. Na, szóval a kérdés, hogy akkor hol kezdjek el ásni? Mondjuk abba, az lehet ilyen nagy barlangos dolog. Szép fight lett volna, igen, leugrok, és elkezdek harcolni az íjásszal, azt a creeper úgy robban be, ahogy kell. Nem tudom, mert itt is víz van. Ez is víz. Tehát, hogy itt megint nem érdemes. Ha rám hallgatsz, ott ásol, ahol akarsz. Ez oké, csak nyilván egy kérdést megér, hogy ha van valami ötletetek, hogy inkább hol. Tehát, hogy igazából az is, tehát, hogy az, a következő a kérdés, az előfordulhat, hogy mondjuk ott van például az a hegy, láttuk, hogy bent csomó helyen van víz, de ha elkezdek leásni, lehet, hogy mondjuk így körülötte van víz, de alatta meg egy bazi nagy izé van. Ilyen mély tengeri árok víz nélkül. Vagy olyan nincs. Hát ja, valahol kellene egy gettó nagy barlangot találnunk. A köcsög Endermant már ott látom. Na, tessék, ez például elég bíztatónak tűnik. Nem? Ez nem olyan, mint ami az én házikóm alatt volt. De nem gondoltam volna, hogy az valaha visszasírom. Most miért kell keménykedni a cseten? Olyat látsz, hogy csíle gurul. Aha. De akkor gondolom azt lehet hallani is azt a hangot, mert azért olyannal már találkoztunk, amikor ilyen barlang hang volt a környéken. Akkor figyelj, tudod mit? Itt elkezdünk ásni.
Jó, ahogy látom egyébként, eddig mindig problémám volt az, hogy nem volt szenem. Hát most van. Na nézzük. De az ott hullámzik, tehát az ott akkor megint víz, tehát akkor azt cseszhetem. Tehát annak semmi értelme. Max megfulladsz. Hát, kösz. Nagyobb esélye, hogy a zombi felveszi a fegyvert, de hogy nem. Annak egyébként szerintem egész jó esélye van. De ez például nem egy jó hegy. Hú, a kur... De ott már megint creeper van. Na jó. Legyen ez. A faszomba tűnt. Na, gratulálok. Hú, bazd meg! Mégse volt olyan hülye. Jó, itt ez megint víz. De most itt meg miért van ennyi szén? Nálam sose volt. Jó, itt is víz van. Ott a haverom, nagyon jó, azt akkor ott maradhat is. Figyelj, de akkor most így megindulunk lefele. Nem tudom, hogy ennek mi értelme lesz. Van egy olyan érzésem, hogy ez nem egy jó hely, mert itt túl sok volt a víz. Hát a creeperek azok gusztustalanok egyébként, igen. Mert ráadásul hiába ások mondjuk úgy, hogy az jó legyen. És például az volt nekem is a bajom, hogy amikor abból a barlangból próbáltam meg kijönni,
akkor hiába hallgatóztam, tudod, hogy akkor mikor van mögöttem esetleg zombi, vagy ilyesmi, a hülye creepert azt... Ez mi? Én akkor itt most elfordulok. Mi a fasz? Hogy lehet itt föld? Gyorsabban ástam, mint hogy a gépen be tudta volna tölteni, mi? Yes! Na barátaim! Megérkeztünk! Akkor most lehozom az ágyam. Most már betöltött. Na azért egyet fölvenni az engedélyezet, nem? Ezt kurva lapulevelet, ezt dobjuk el. Na, szupi, megvan az ágy, akkor azt levisszük oda. Jó, és akkor hogy indulunk? Hű. Jó, ez tetszik, ez jó lesz. Na, itt ez király lesz, várjatok. Hoppá. Még jó, hogy nem az ágyamat dobtam el. Előkészítek valamit. Nem, faszé, nem lehet oda tenni. Jó, akkor oda nem teszünk.
Jó, az ott az ágy. A lift tejjel is működik? Nem, de van nálam víz. Köcsök. Nem, tejjel nem működik, nyilván. Most ugye ugyanazt csináltam, jó, mindegy. Ez is a szenet, az biztos, hogy összeblokkosítom. Szerintem csinálunk egy ládát. Aha, ez így hülyeség volt. Pillanat. Elő kell készülni, utána leszek én is nyugodt. Nagyon jó. Na. Szia, Zsófi. Tehát, azt mondja, hogy ahogy innen lemegyünk, az nem más, mint ez. Jó? Így fogunk innen közlekedni. És kivilágítjuk, hogy lássuk, hogy ez itt a mi helyünk. Úgy jó. Mindig ide kell visszajutni, hogyha ha eltévednénk. Jó, úgy fogunk közlekedni. Mert megint csítel? Nem, most semmi olyasmi nincsen. Remélem, mondjuk azon nem úsznak föl zombik. Az roppant kellemetlen lesz. Jó, és akkor itt lehet hagyni egyébként, itt hagyunk egy vas csákányt, hogyha bármi gebasz lenne, meg szerintem a fele fémemet itt hagyom. Jó, az a tuti. Oké, most nem kell a hajó. Igazából ezeket is kirakhatjuk, nem kell ez se. Fát azt nyilván viszek magammal, van nálam kő, itt van a tej. És smaragd sem kell. Így van, ezeket vihetjük. Igazából a szénre sincs feltétlen szükségem. Azt ide berakom, majd visszajövünk, hogyha valamit égetni kell. Annyit mondjuk lehet csinálni, hogy a fémből, mert ugye az a fejszém az el fog törni. Jó, csináljunk nem ezt, hanem hol van? Fejsze. Meg egy ásó. Nagyon jó, a csákány az oké, az nem érdekes. Na, szupi! Ezeket itt hagyjuk, hogyha bármi para van, akkor az újrakezdés az nem lesz annyira kellemetlen. Jó. Kaja. Azaz, lőd valamelyiket fejbe, úgy az. Jó, ez a csonti az halt. Annyira nem bízok, hogy
Azt inkább megszüntetjük. Miközben nézhetjük a Diamondot. Is. Meg mindent is. Hú, na, erre azt mondom, hogy ez már döfi, amit itt találtunk. Aha, és akkor fölöttem van a víz, mert itt a csepkő az meg ahogy... Uh-huh. Baszódj meg. Nem néztem szemedbe. Az mi a fasz? Szegény. Bátran rohangálok egyébként, de szörnyű, szörnyű halál lesz ennek a vége. Jó, az meg mindenhol lávának kell lennie? Szia, Bovi! Igazából csak útjelző fáklyákat hagyok, hogy tudjam, hogy merre fele kell majd visszajönnöm. Bezzeg. Gyere. Hát még mindig vagytok? Na most itt például véget ért a buli. Really? Hogyha karddal ütöm, akkor lehet, hogy hatásosabb. De valahol császkál egy csonti. Hoppá! Pedig hallom, hogy itt... jó, mindegy. Igazából nem muszáj ilyen lyukakat ásni, hiszen itt van egy ilyen hatalmas nagy barlangrendszer. Ó, Istenem!